sziasztok! Picit megkésve, de jöjjön egy újabb vicc. Pali bemegy a kocsmába, és látja, hogy a haverja ott ül az asztalnál, épp egy nagykorsos sör van előtte meg, és nagyon jó kedvű. Oda szól neki, hogy szevasz Géza, mi újság? Mire a faszi? Szevasz, Jenőkém, szevasz! Képzeld el! Azt mondta, hogy tegnap megkarítottam egy csónakot, érted, és oda jött egy nő, hogy vigyem előtt csónakázni, érted? Érted? Ekkora csöcsök, Jenőkém, ekkora csöcsök, érted? És bementünk a tóra, és amikor bejöttem a közepére, akkor mondtam neki, hogy hát akkor most vagy szex, vagy ki kell úsznia. Mire mondta a nő, hogy ő nem tud úszni, érted, Jenőkém, érted? Hú, Gézan, melyen mázlista vagy te? El is köszönnek egymástól. Eltelik két nap, megint megy a haverja a kocsmába, és látja, hogy a Pali ott ül megint az asztalnál, előtte egy üveg konyak, már a fele hiányzik, be van rúva, szomorú, minden baja van. Szóval, hát te veled meg mi van? Jaj, ne is mondj, Jenőkém, ne is mondj. Megint takarítom a csónakot, képzeld el, és oda jött egy gyönyörű férvérnő, érted? Gyönyörű. Azt mondja, hogy beviszem a csónakot. Persze, hogy bevittem csónakászni. Mondom neki a tó közepén, hogy érted, szex lesz, vagy ki kell úsznia. Erre fogta, fölállt a csónakba, ledobta a ruháit, akkora farka volt, mint az evezőlapát, érted, Jenőkém? És én nem tudok úszni, érted? Lássuk, hogy hát, ha ezen is tudtok kacagni. Apa oda megy a gyerekéhez, a fiú gyerekéhez, hogy na, fiam, gyere, üljünk le, azt elmondom, hogy lesz a gyerek. Jaj, apa, nem áll. És mi bajod van, fiam? Hát ne viccelj, hát amikor 4 éves voltam, jöttél azzal, hogy a Mikulás nem is létezik. Utána 5 éves voltam, amikor azt mondtad, hogy a húsvéti nyuszi se. Aztán voltam 7 éves, amikor azt mondtad, hogy mi Jézuska sincsen, és érted, a karácsonyfát is ti veszitek. Ha most azzal jössz, hogy a dugás se létezik, nincs értelme az életemnek. Ebből kettő van. Igen. Kettő van. Pofi, van egy nagyon-nagyon kis mellőnő, tehát nincs melle gyakorlatilag. Elmegy az orvoshoz és mondja, asszonyom, semmi probléma, mindent megoldunk. Önnek holnaptól egy hónapig, tehát 30 napon keresztül minden nap délután 3-kor masszírozni kell a mellét, és egy kis mondókával. Kerekecske, gumbocska, hova szalad a nyulacska? Ezt így, és minden. Ha egyszer is kihagyja, akkor nincs melle, kész, akkor vége. Jó. Úgy is lesz, érted? Nő 2 hétig kitartóan csinálja, egyszer csak 2 hét után el kell utazni, éppen a vonaton van, látja, hogy basszus, 3 óra, egyszer kimarad, akkor érted? Mit csinál? Fogja magát, érted? Elkezdi. Kerekecske, gombocska, hova szalad a nyulacska? Mire a faszi vele szembe, aki újságot olvas? Mi az Isten, már 3 óra? Csiga-biga, gyere ki, igaz? Andris, pszichológus? Hát a faszi elmegy a pszichológushoz, lekopogtat Benit. Jó napot, parancsoljon. Jó napot, doktor úr. Úristen, mi a baj? Ne is mondja, mindenütt pénákat látok, hát elegem van, nem bírom már. Nyugodjon meg, megnézzük, fogoljon helyet. Megvizsgálom, jó? Én rajzolni fogok egy-egy ábrát a táblára, és magának az a dolga, hogy mondja meg, hogy mit lát. Jó. Fogja a pszichológus fölrezel egy négyzetet. Vagy, na, mit lát? Péna. Letörli, rajzol egy kört. És most? Péna. Megint letörli, rajzol egy háromszöget. És most? Péna. Hát nézze, meg kell, hogy állapítson, hogy magának krónikus pénaitisza van. Maga beszél, doktor úr, mindenhova pénákat rajzol. Andris, mi van azzal az öreggel, aki kapta azt a viagrát? Ja, igen, tudom, a Józsi bácsi, aki Józsi bácsi sörözik a haverjaival a kocsmába, és akkor öreg nem figyel egy kis, és belecsempésznek egy szem viagrát a sörébe. Öreg, megiszem, mint tudom, eltelik egy negyed óra, azt mondja, hogy nekem pisálnom kell. Öreg elmegy a vécére, tehát jön vissza, látják a haverja, hogy össze-vissza van húgyozva. Józsi bácsi, hát mi történt? Ja, elmentem pisálni, elővettem a farkamat. Én mondom, ez nem is az enyém, most elraktam.